Szerbiában 2005. decemberre óta kötelező fizetni a TV előfizetést. Az országban ez mintegy 2,5 millió háztartást érint. Tavaly előtt Vajdaságban még a polgárok 70%-a tett eleget törvényes kötelezettségének. Mára viszont csak 55%-uk fizeti a díjat. Ugyanakkor Szerbia déli részén a 30%-os megfizettetés már a 17%-ra apadt. Vajdaságban több háztartás is felszólítást kapott, hogy fizesse be tartozását, ellenkező esetben bírósági úton hajtják be a hátralékot. Szabadkán az egyik család 15 ezer dináros tartozás miatt kapott felszólítást. Milyen teszik szatelita vagy a digitévére, tegyék be, és akkor nem baj, ha többet is fizetünk, de akkor ott nézzük. De most fizessük a digitévét, mert mink jelentettük, hogy van digitévénk, küldtünk be az RTS-nek, és visszaküldték, hogy nem lehet, fizetni akkor kell. Akkor is ki kell fizetni. Ha most megkaptuk az opemenát, és hát most nem tudom, majd a bíróságra kiküldik akkor, hogy mi lesz, nem tudom. Mert így nem jó, semmiféle képség. Most érkezett önökhöz egy felszólítás, ugye ezután jön majd a bírósági felszólítás is mondhatni, vagy végzés, ki fogják akkor fizetni? Nem fizessük ki. Mert már fizessük a digitévét, nincs is miből, nem fizetem ki. Csak ha levonják a nyugdíjból, akkor nincs mit tenni. Gondolom, nem fizetnénk ki, mert hát nem, nagyon nem korrekt megoldások ezek így, ahogy csinálják. A megkérdezett szabadkaiak közül sokan nem fizetik a havi előfizetést. Most mondjam őszintén? Nem fizetjük. Nem fizetjük több mint egy éve. Tehát a helyi közösségnek talán a 60-70%-a nem fizeti egyáltalán. Nem tisztességes, hogyha ráakasszák a villanyszámlára, és akkor szerintem ez olyas valami, hogy mint a huligána megállít az utcán, aztán vedd meg ezt a téglát, a kést meg a nyakat hoztása. Hát... Ha akarod, ha nem, meg kell venni. Én rendesen fizetem az előfizetést. Mindig, tehát nem, nincs elmaradásom. Ne platjunk, az ott nem van téve. Külön nem fizetjük, nem is. Nem tudunk rá különíteni egyszerűen, és elég a 700 dináros másik számlát kifizetni. A Szatrakt kábelszolgáltatónál kérdésünkre e-mailben válaszoltak. A cég állásfoglalása szerint az, ha a kábeltelevízió számláit rendszeresen törlesztik, nem mentesíti a háztartásokat a szerbiai RTV előfizetése alól. Ezt a kötelezettséget ugyanis törvény rögzíti. A Facebookon indult már kampány a TV előfizetés eltörlése érdekében, és több ezren lájkolták is a kezdeményezést, ez idáig azonban eredménytelenül. Tavaly egyébként több mint 390 ezer felszólítást küldtek ki azoknak a háztartásoknak, akik nem fizették rendszeresen a TV-díjat. Az idei évtől pedig több mint 6 ezeren kaptak bírósági felszólítást.